Itt is vannak a katonák, úgy látom. Ez a vakcina, a Sputnik V vakcina, egy hagyományos technológiával készült vakcina, amiből ezt a fajta technológiát már régen alkalmazzák az oltóanyagok kialakításánál, úgyhogy azt kell ebből leszűrni, hogy ez egy megbízható technológia. Valóban már oltottunk egy kisebb létszámot ezzel a vakcinával, a hét folyamán megkapja ez a csoport a második adagot is, és egy kicsit szűkebb az a csoport, akinek ez a vakcina adható, mert biztonsággal aktív stádiumban lévő bizonyos krónikus betegek nem kaphatják meg, de ezt pontosan fogják tudni egyrészt az oltóhelyen működő oltóorvosok, akiknek a feladatuk az oltatóság vizsgálata minden egyes személy esetén, illetve azok az orvosok, akik oltásra küldik majd, házi orvosok például ezeket a személyeket. Mindig megkérdezzük, és ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy oltási reakciók miatt illetően mi a tapasztalata Sputnik V-vel? Ugyanolyan kevés oltási reakciót tapasztaltunk, mint az eddig oltott többi oltóanyaggal kapcsolatban, a Pfizer meg a Moderna oltóanyagokkal vannak, és egy kevés az Astrával vannak tapasztalataink. Általában elmondhatjuk, hogy nagyon kis számban okoznak nem komoly oltási reakciót, komolyabb szövődményünk egyáltalán nem volt még eddig. Ez a kórház 5000 dolgozóval rendelkezik, az 5000 dolgozónak a 80%-a már átesett az oltáson. Eleinte volt egy kis bizalmatlanság, a legkevésbé az orvosok körében, az orvosok első perctől maximálisan itt voltak és igyekeztek fölvenni az oltást, majd ezen felbuzdulva aztán szépen mindenki jelentkezett. Most is vannak olyanok, akik várnak oltásra még, és meg fogják kapni a közeljövőben.